A nyírtávfő Kft. nyíregyházán 15.700 lakásban és mintegy ezer közintézményben biztosítja a fűtést és a melegvíz szolgáltatást. Az azonnali beavatkozást igénylő javítási munkákat a fűtési szezonban is elvégzik a cég szakemberei, de a nagyobb felújításokra ha a nyári időszakban van lehetőség. Mivel a megyeszékhelyen kiépített hálózat több mint fél évszázados múltra tekint vissza, a rendszer elavult szakaszain folyamatosan cserélik ki a vezetékeket a szakemberek. A város 1966-tól távfűtéses, tehát a tavaly volt 50 éves a távfőszolgáltatás. Nyilván ilyen öreg vezetékek, ezek már nincsenek, hiszen a fejlődéssel a dimenziók nőttek, tehát nagyobb csövek lettek beépítve a 70-es években, de azért vegyes a kép tehát azt tudom mondani, hogy a legutóbbi négy-öt évben a vezetékhálózatnak közel a 40%-át tudtuk kicserélni pályázati és saját forrásból. A többi az a régi vezeték, úgymond, de azokon a helyeken cseréltük ki, ahol a legnagyobb problémák jelentkezhettek, talajvíz közúti forgalom, azokon a helyeken például örökösföld, ahol homokban, sárga homokban kerültek elhelyezésre ezek a vezetékek, vagy magas vezetés van, ugye? Ott nincsenek problémáink, korróziós problémáink, de nyilván ütem ezekre is sor fog megkerülni. A megyeszékhely lakói ezen a nyáron is több helyen láthatták, láthatják a városban a felújítási munkálatok nyomait. A fűtési idént követően május 15-től kezdtük a nyári felújítási munkáinkat. Itt a legnagyobb volumenű munkálat az az országzászló téren, a Kávin téren, folyt, illetve folyik, ez feltétlenül jövő hét végére aszfaltozással elkészül. Több helyszín van még, amit a nyáron fel szeretnénk bontani és kiváltani. Ez a stadion utca térsége lesz, lesz a Hunyadi utca, illetve jelen pillanatban a Bújtosi Erdőben dolgozunk, a télen meghibásodott vezetéknek a cseréjét végezzük. Ezek a munkálatok közel 200 millió forintot fognak felemészteni, ezek a vezetéki felújítások, de ami kevésbé látványos, azok a hőközponti munkálatok, amelyekre itt több mint 100 millió forintot fogunk elkölteni. Ezt nyilván a lakosság nem észleli, hiszen ezek a hőközponton belül történnek. Felújítási munkáinknál elsődleges szempont, hogy a fogyasztóink korlátozása nélkül végezzük ezeket, tehát mindenütt igyekszünk olyan provizor átmeneti vezetéket építeni, hogy ne kelljen a használati melegvizet korlátozni a fogyasztóink felé. Jó László elmondta, Nyíregyházán a fűtési szezon kezdetéig, szeptember 15. 5-ig valamennyi helyszínen befejeződnek a felújítási munkák.